Kedves nézőink, vendégünk Török István, aki egy különleges ötlettel állt elő. Méghozzá jó két hónappal ezelőtt, ahogy én olvasom, hogy augusztus 28-án jött az ötlet, vagy akkor érlelődött meg, és két hónap alatt összehoztak egy képzőművészeti alkotóházat és egy állandó gyűjteményes kiállító termet, ugye? Jól igen. Mondom? Igen. Hát az egy asztalos műhely volt, elég rossz állapotban volt ez a főépület, ami ezen a kis meghívó félén van, főépületnek a folytatása. Megmutatjuk a meghívót, így. És igen. Udvari része, és hát ez a, ugye, amit az előbb felolvasott, az a dátum, az már a megfogalmazása, de ez körülbelül fél évvel ezelőtt történt az elhatározás, hogy ismerősökkel beszélgettünk, elmeséltem az ötletemet, hogy körülbelül 40 év alatt egy 50-60 alkotás kollégáktól, ismerősöktől, így a tulajdonomban van, cserebere alapján, vagy ajándékozás alapján, és az hát otthon nálunk egy zárt helyen van, egy szobában. És akkor ez is adta az ötletet, hogy talán ezt köszemlére bocsájtanám, és akkor ez a két dolognak a találkozása, ez az épület rész, meg ezek a munkák, meg hát a szövegben is van egy ilyen valami, hogy sajnos olyan anyagi helyzetben nem vagyok, hogy én fővásároljam a képeket, hanem hát aki rászánja magát, hogy még ajándékoz plusz, és akkor megtöltsük ezt az alkotóháznak nevezett épületrészt, és itt fel is van sorolva, hogy a Csurgói csoport, Kúcsoport, 9 plusz egy Moravicai, Buszkagányó művésztelep, Bugaci alkotótábor művésztelep Kecskemétné, akkor az én festőcsoportom ABCNT. Most ezek mind egy kalap alá vannak, itt vannak amatőrök is, és vannak hivatásosak is. A fő cél az, hogy egy tető alá hozni ezt a két csoportosulást, hogy úgy mondjam, mert hát sajnos ez a amatőr, profi, ez egy ilyen örökös rivalitás, és én nem egyezek ezzel egyet, mert valaki vagy tud, vagy nem tud. Nem biztos az iskolázottság nem ad egy biztos alapot arra, hogy valaki nem tudom milyen nagy alkotó legyen, viszont azért önképzéssel is sok mindent el lehet érni. És akkor én szerintem az igazi mérce az, hogy milyen szinten alkot az, aki alkot. És akkor így szeretném egy terembe bemutatni ezeket az alkotásokat, amelyek mondjuk a tulajdonomban vannak, vagy esetleg később is még oda kerülnek. És alkotóházat is írtak, tehát lesz egy csoport, vagy meghívott vendégek, akik ott majd találkoznak, ilyen elképzelés is létezik? Hát igen, ez a fő cél, hogy ez az állandó anyag ez a falakon lenne, hogyha ott történik valaki most, vagy valami, vagy fölnőtteknek, vagy diákoknak, vagy gyerekeknek, ilyen alkotótábor egynapos, vagy többnapos. Hát ez sajnos csak szezonális, mert nem fűthető úgy, hogy május elejétől úgy október végig még az idő megengedi, hogy ottan nyugodtan lehessen alkotni. Ebben az időszakban az a 4-5-6 hónap alatt, amit meg tudnánk szervezni, hát persze ehhez azért még szükséges egy kis vagy támogatókat találunk majd egy-egy ilyen táborozásra, vagy pedig összedobjuk a rávalót, ami szükséges, és akkor ottan, ha mink szervezünk saját magunknak, akkor ottan bírunk alkotni. És mondja, hogy nem fűthető, akkor ezeknek a festményeknek nem árt majd a téli időjárási viszontagság, hogy úgy mondjam? Hát igen, sajnos ez nem ideális állapot, mindahogy egyikünknél is azt hiszem alkotóknál nincs ideális állapot, még valamennyire, hogyha a lakásban van, de most a műterem, nekem is van műteremen, amit nyáron használok, télen meg jóformán zárva van, úgy van, ahogy van. Hát sajnos majd bocsánatot is kell kérnem, mert
egy 20 évvel, 25 évvel ezelőtt a műteremben beázott, és ott néhány kollégámnak, meg az én képeimnek nagy része, meg képkeretek, vagy direkt megáztak, vagy pedig annyira a nedves levegőtől tönkrementek. Hát ilyen, deformálódtak. Ilyen kellemetlenségek adódnak. Hannibal Lucic utca 14-es szám alatt lesz a, vagy van a ház, ugye? Nem éppen a város központjában van. Elképzelhető-e, hogy egyszer akkora lesz a Szabadkának a kulturális szintje, hogy a borutak helyett vagy mellett legalább jelzőtáblák jelzik mondjuk a festői utakat, vagyis hát azokat az utakat, ahova el lehet jutni majd ezekbe hát az alkotóházakba. Ez szép álomnak tűnik, vagy álmodozásnak tűnik, hát nem tudom, hogy ilyen megtörténik-e, mert jelenleg a városban nincs egy ilyen alkotóház, vagy olyan alkotó tér, hogy ahol az emberek így vagy úgy összesereglenek. Most itten vannak ilyen egy-két napos vagy egynapos festő találkozók, az most vagy vendéglőbe van, vagy kint a szabadba. Hát most ennek jó lenne, hogyha egy olyan sorsa lenne a jövőben, hogy ez egész évben működhetne, akkor lenne igazán, hát reménykedjünk, más nem tudok mondani. A városvezetés támogatására számít-e valahogy? Tud-e számítani? Igen, azokban a napokban, amikor ez az ötlet megszületett, akkor egy-két emberrel beszélgettem, és ez biztos, hogy szabályszerű, hogy egy magántulajdonban lévő épület vagy ingatlanra nem lehet számítani se alapítványtól, se ilyen városi vagy önkormányzati kasszából, esetleg berendezésre, esetleg ilyesmire van lehetőség, de úgy, hogy ezt van egy néhány szponzor, akit nagy nehezen összetudtam gyűjteni, és láttak benne fantáziát. Persze 50 festményemet lefényképeztem, és szétosztottam erre, arra, akikre gondoltam. Ott választhat ki mennyit próbál átutalni erre a célra, és akkor választhatott egy vagy két vagy három festményt, attól függ, milyen összeg. Így sikerült, gondolom, elérni azt, hogy mostan hónap 19-én 5 órakor megnyitnánk ezt a kis alkotóházat. A megnyitóra ezekből a csoportokból, akiknek a festményeit ugye kiállítja, igen, lesznek itt emberek? Sikerült megtalálni a régi barátokat, összehívni? Hát én remélem, hogy itten szétküldtem, meg szétosztottam nagyon sok ilyen meghívót, mindenki tudja. Hát én remélem, hogy itten már sajnos a csurgósok közül már jó néhányan nem élnek, és hát akik még itt vannak, sőt a kulcsoportból is ugye már egy páran eltávoztak. Hát most az idő, úgy gondolom, ahogy tudom, az nagyon jó lesz, a többi már azon múlik, hogy az embereknek van-e idejük vagy kedvük, mert ez nagyon közel van a városhoz, annak ellenére, hogy Bajai útat említünk, de ez a városházától 10 perc alatt gyalog is oda lehet érni. Nem is kell buszra szállni, nem, tulajdonképpen, mert busz körül megy, akkor nehezebb oda jutni. Persze, hát én nem is értem. Még egyszer elmondjuk tehát, hogy a megnyitó holnap, tehát október 19-én lesz 17 órakor Szabadkán a Hannibal Lucic utca 14-ben. Török úr, nagyon szép a kezdeményezés, és bízunk benne, hogy fölkarolásra talál, és sok sikert kívánok hozzá. Hát köszönöm szépen, reménykedjünk.